Kedves nézőink! Önök a Nagy Dorog Televízió híradóját látják 2013. március 15-én. Köszönti Önöket a hírolvasó Köller Nóra. Először lássuk, miről is lesz szó mai híradónkban. Testületi ülés volt március 4-én. Vetőmagot kaptak az iskolások. Március 22-én lesz a nagydorogi borverseny. Nagydorog Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete március 4-én tartotta soron következő ülését. Először a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt végzett tevékenységről tájékoztatta a képviselőket Veres Imre polgármester, majd tárgyaltak a 2013-as költségvetésről, valamint a közszolgálati tisztségviselők egyéb juttatásairól, majd a Paks és környéke hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosításáról, illetve a szociális szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjakról. Emellett szó esett a nagydorogi szivárvány óvoda aktuális kérdéseinek megvitatásáról, valamint a közterületek elnevezéséről és még sok egyéb a település életét meghatározó fontos témákról. A testületi ülés több mint két órás teljes terjedelmű felvételét megtekinthetik a híradó után. Vetőmagot kaptak a gyerekek a Széchenyi Sándor általános iskolában. A Vesd bele magad című országos pályázaton ugyanis a nagydorogi iskola is részt vesz azzal a céllal, hogy a gyerekeknek és a gyerekeken keresztül a szülőknek is felhívják a figyelmét arra, hogy az otthoni konyhakertekben viszonylag csekély anyagi ráfordítás mellett is lehet jó minőségű zöldséget előállítani. A Fiatal Gazdák Szövetsége felhívást intézett az iskolákhoz, mely szerint támogatnak egy olyan programot, amely azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a konyhakerti zöldségtermesztéssel. Úgy gondoltam, hogy nagy dologon is sok helyen már a kertben tuja van vagy fű van. Ha gyerekek ezt fölvállalnák a szülőkkel együtt, akkor megtanulhatnák, hogy kevés pénzből, kis ráfordítással, a család együtt dolgozva, együtt örülve a közös eredménynek, hogy megtermelték a család számára a finom zöldségfélét, akkor hát pályáztunk erre, és a gyerekek partnerek voltak. És szülők is örültek, és már kérdezték, hogy mikor kapják már a vetőmagot. A gyerekek nagy izgalommal várták a vetőmag kiosztását, melyet a Kargi képviselői végeztek el egy kis tájékoztató program keretében. Hát ennek a csomagnak a tartalma ugye nem lesz elég majd egy egész háztartás ellátásához, de ahhoz, hogy megpróbáljátok, hogy az, amit otthon elvettetek, saját magatok, nyilván szülői segédlettel, és ennek a fejlődését végig kísérítek ugye vegetáció időszakába. És amikor eljön a betakarítás időszaka, akkor egy más érzéssel nyúl az ember ahhoz a zöldséghez, vagy ahhoz a gyümölcshöz. Nyilván otthon ugye gyümölcse is van mindenkinek, mint amikor elmegy a piacra, vagy elmegy a boltikhoz, és ugye megvásárolja. Ma Magyarországon minden beszerezhető, nem úgy, mint 20-30 évvel ezelőtt, ugye banántestől kellett hozni, narancsot nem lehetett hozzájutni, ma minden van a piacon, bárhol meg minden megvehető, de azért aki saját maga állítja el, és saját kézzel csinálja azokat a műveleteket, amiknek a termését majd élvezni fogja, azért más ízzel, más szájízzel nyúl hozzá, hogy kanalazza azt a lételt, amit egyébként saját maga állított elő, annak tudatában, hogy ezt én csináltam, ismerem a történetét. A Kargil hozta ki ezt a vetőmagot, aki szintén fő támogatója ennek a programnak. Ez nem magyar, ez egy amerikai cég, de itt van Magyarországon, és hát az ő segítségükkel jutottunk hozzá az értékes vetőmagokhoz, amit ma a gyerekek át is vehettek.
A Kargilnak világszinten nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás, és minden évben részt vesz valamilyen programban. Az idén a Vesd bele magad programra esett a választás. A szerepe az, hogy mi pénzzel támogattuk ezt a projektet, hogy minél több kisiskoláshoz eljusson ez a vetőmagcsomag, és más támogatókkal együtt szervesen részt veszünk a kiosztásában, és ennek a programnak az ismertetésében a gyerekek között. A Vesd bele magad programnak a célja az, hogy a diákokkal megtanítani azt, hogy mi az, hogy növénytermesztés, és ezen belül itt a zöldségtermesztésre gondoltak a szervezők, mert azt tudják a legjobban megvalósítani az otthoni kertben, és az lenne a fő célja, hogy maga a növénytermesztés megtanulása mellett azt megtapasztalják a gyerekek, hogy az ő általuk elvetett vetőmagukból hogyan fejlődnek ki a növények, és ezeket a növényeket, hogy ha elfogyasztják, akkor bízunk benne, hogy ezt jó szívvel teszik, és megértik azt, hogy mi az, hogy valamit előállítani, és azt megenni, és így a saját maguk által termesztett zöldségeket teljes mértékben megismerik a fejlődését és az ízét is. És mi a különbség az, hogy egy otthon előállított zöldség, vagy esetleg egy piacon vásárolt zöldség között mi a különbség? Szakmai segítséget is kapnak a gyerekek, nem csak tőlünk, tanároktól az iskolából, hanem a szövetség honlapján keresztül, a Vesd bele magad program honlapja elérhető az interneten, és a gyerekeknek ide havonta vállalniuk kell, hogy egy-egy tudósítást küldenek, hogy hol áll éppen a vetésük, hogyan fejlődnek a növényük, hogy készítettek egy finom ételt, és a családdal közösen fogyasztották, és a honlapra tehetnek föl kérdéseket, ahol a gazdák szövetsége válaszol. Vannak a programnak támogatói, akik szakmai kérdésekbe választ adnak a gyerekeknek. Gondolok itt olyanra, hogy környezetbarát kertművelésre ösztönöznénk mi is itt a gyerekeket, aztán szakmai segítséget, hogy mikor, mit kell elvetni, mikor kell elvetni a borsót, mikor a retket, hogyan kell gondozni, és hát a csapadékmérőnek a figyelésébe is adnak még tájékoztatást. Tehát lehet kérdezni a honlapon keresztül is. A programnak nem az a célja, hogy minden gyerek lakjon jól, hanem az a célja, hogy megtanuljanak a gyerekek kertészkedni, hogy a konyhakertben hogyan kell a növényeket nevelni, milyen időszakban mit kell vetni, hogyan kell gondozni, és ide bárki nevezhet, szociális alap az itt nem feltétel. Tehát nem túl nagy a mennyiség, nem arról szól, hogy éppen a családot ellássa teljes mértékben vetőmaggal. Itt a lényeg az, hogy a megtanulás, hogy hogyan kell kertészkedni. Tehát ez a célja neki. A gyerekek nagy része örömmel megy a gyakorló kertbe. Ott látom, hogy vannak tényleg olyan gyerekek, hogy még nem ültettek palántát, hogy nem vetettek zöldséget, nem tudják, hogy hogyan kell, mit kell szórva vetni, mit kell fészekbe vetni, milyen távolságra kell a növényeket elültetni. Tehát örülnek azt, hogy megfoghatnak valamit kézzel, és akkor látják később, hogy ennek eredménye van. Kérdezik, hogy mi lesz a karalábéval, hát eddig a gyakorlókertből a konyhára vittük a termést. Most, amit ők elvetnek, akkor nem kell egy szemet se behozni, ez teljes mértékben a családnál marad. A programnak az a célja, hogy megtanulják, hogy hogyan kell növényeket nevelni a konyhakertre, és hogy erre ösztönözzék a családokat, így a gyerekeken keresztül, hogy kicsi ráfordítással nagy értéket lehet előállítani. Tehát munkára fel, hamarosan jön a jó idő, és lehet serénkedni a kertben. A gyerekek elvethetik a magukat, és a szorgos munkák eredményeként remélhetőleg néhány hónap múlva már fogyaszthatják az általuk termelt zöldségeket. Március 22-én lesz a nagydorogi borverseny. A bormintákat 18-án és 19-én adhatják le a gazdák, megfelelő előkészítés után, tudtuk meg Polgár Zoltántól, a bírálóbizottság elnökétől. Szoktam mondani, hogy egy bor akkor szalonképes, mikor az asztalra tesszük, és az szép,
még hozzá se éltünk, még nem is kóstoltuk meg, de szép, akkor már ad egy benyomást, egy első benyomást az embernek, na ez egy igazán szép bor, ez biztos, hogy jó. Utána csalódok is, de akkor át nem tudok csalódni, mert már egy szépség, tehát volt egy első jó benyomásom. Meg kell nézni a kénszintet, nehogy fáradtak legyenek a borok. A bor mindig tisztább, és minden bornak van alja, akárhányszor szűrjük, derítjük, mindig van egy pici-pici alja. Ezek a legelső tételek, a másik pedig, akinek hordós vagy tartályos bora van. Nem kell egy 3-4 vagy 5 nappal előbb kiszedni a bort. Amikor viszi a versenyre, akkor szedje és akkor tegye palackba. Célszerű a vöröseket zöld palackba, vagy barna palackba, akinek milyen van, a fehéreket, rozékat, meg a Schillert is fehér palackba tegyük. A Schillernél még a zöld palack elmegy, de inkább fehérbe tegyük. Sokkal többet mutat, sokkal szebben mutat. Az embernek a bírálatkor, mikor ránéz egy borra, van már egy előítélete. És ha az előítélet, az első benyomás jó, gondoljunk vissza a lányokra, amikor valakit meglátunk, megtetszik, az is mindjárt más jelent, mint később megismerjük, és akkor már közel idősebbek is gondolhatnak még rá, emlékezzenek. Nem tudok különösebbet elmondani, zárjuk le a palackokat dugóval, ne a öregapámtól örökölt 100 éves, 500-szor használt dugóval áldozzunk rá egy pár forintot, friss, tiszta dugóval. Nem árt, hogyha a dugót egy kis kénes vízben megmossuk, utána hagyjuk megszáradni, és úgy dugoszoljuk le a dugót. Hát a palackos borról különösebbet nem tudok mondani. A palackos borról majd az előkészítőknek lesz feladatuk, hogy verseny kezdetekor, vagy verseny kezdete előtt egy órával kibontsák a palackokat, hogy a palack fülletség ne legyen a bornak. Úgy érdemes elindulni borversenyen, hogy önmagam is meg vagyok elégedve saját borommal, meg a szomszéd is meg van elégedve. Ne úgy legyen, hogy a szomszéd elégedettsége akkor igazi, hogyha még egyszer megkínálom, tehát nézzük meg a borainkat, és ezt őszintén mondom, és magamnak is mindig fel tudtam tenni a mércét, hogy ha nekem nem tetszik, akkor biztos, hogy másnak se fog tetszeni. Tehát inkább nem indulok el, mint hogy szégyent valljak vele. Az a legnagyobb dicsőség egy boros gazdának, amikor a boraival eredményt ér el. Én bízok benne, hogy szép eredmények lesznek. Én úgy láttam az utolsó pár évben, én voltam ott bíráskodni, mindig ott voltam, és hogy fejlődött. Egyre több a jó bor, egyre több az olyan bor, amit érmet érdemel. Hát nem tudom, és külön statisztikát nem csináltam róla, de gondolom a kollégák csinálnak helybe a statisztikát. Én úgy látom, hogy minden évben kevesebb a kizárás, kevesebb a hibásbor. Arra kérek mindenkit, hogy hibásbort ne hozzon oda. Önmagát ne égesse senki. Tehát olyan kellemetlen, mikor olvassuk az eredményeket, polgármester úr hozza ki az okleveleket, és akkor látom, egy-két ember ott ül és várja, hogy na mit kap, és nem kap semmit. Az biztos, hogy kellemetlen. Én nagyon-nagyon szeretném, ha mindenkinek lenne oklevele, mindenki kapna érte egy dicséretet, vagy boros gazdáknak, pláne idősebb korban, ez egy nagy dolog. Lelkészváltás lesz a nagydorogi református gyülekezetnél. A tervek szerint Bocskorás Bertalan lelkipásztor április végéig szolgál Nagydorogon, azután elfoglalja új szolgálati helyét Kanadában. A gyülekezet lelkészkereső bizottsága folyamatosan azon dolgozik, hogy az új lelkészt megtalálja. Az eddigi keresések eredményeként sikerült két lelkésszel is időpontot egyeztetni, akik szívesen eljönnek Nagydorogra bemutatkozni egy vendégszolgálat erejéig. Az első ilyen alkalom március 17-én, vasárnap 10 órakor lesz. Ekkor Dancs Róbert, Berekszászi lelkipásztor szolgál majd.
A következő alkalom pedig március 24-én, szintén vasárnap 10 órakor lesz, akkor pedig Koncz Gál László, a szalói lelkipásztor szolgál. A Nagy Dorogért Egyesület értesíti a lakosságot, hogy 2013. március 17-én Nagy Dorog Hőgyész bajnoki kézilabda mérkőzés lesz délután 2 órakor a Nagy Dorogi Sportcsarnokban. Mindenkit szeretettel várnak. Ennyi volt mai híradónk, főbb híreink még egyszer röviden. Testületi ülés volt március 4-én. Vetőmagot kaptak az iskolások. Március 22-én lesz a Nagy Dorogi borverseny. További kellemes tévénézést kívánunk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is műsorainkat. Elköszön a hírolvasó, Kőled Nóra. Viszontlátásra!